Kihúzhatom a kart? Vagy azt mondtad? Ne, az a kamerát húzd ki! Az a... Hát ez... Oké. Szóljál, ha vagyok! Nekem 8. De gyönyörű. Hol tartsz, ha gondolod? Mindjárt. Jó van, leoldok annal, leveheted az erőt. Meg vagyunk. Hát ez gyönyörű. Hát eszméletlen. Na, most már hallok is valamit, nem lelőtt. Igen. Viszont a vállamról lecsúszott. Eszméletlen. Gyönyörű. És a súlytalanság. Ja, meg még itt emelget is. Igen, termitet találtunk. Aha, pontosan. Azt a mindenit neki. Kurva jó! Ez eszméletlen. Milyen nyugodt már itt, nem? Igen. Kiesni a hétköznapoknak a... Kiemelkedni a hétköznapok hajtásából. Pontosan. Gyönyörű. A végtelen Alföld. Nem is tudom, melyik tó van ott szemben. Nem tudom, nem voltam még ott, nem vagyok erre jártas. Az igazából, amelyre itt forgolódtunk már. Figyelj, még itt tornázhatunk is. Figyelj. Wow! Figyelj! De bele kellett kóstolni, hogy ja, figyelj egy kicsit a... Komfortzónából. A vállamon is rajta van. Jó van, ennyi elég volt. De jöhet hátrébb, egy picit kényelmesebb lesz. Ja, igen. Ráfúzom, ez csak placebo. Az az. Köszönöm. Hát azért nem olyan, mint a munkahelyen az 5 pontos beülő hevederbe ülni. Alpin? Az Alpin? Nem. Helyszíni munkán. Hegesztőként dolgozok az Acélhíd a Kft-nél. Gyönyörű. Azt a mindenit neki. Ez gyönyörű. Nagyon jó. Ugye, hogy ez már ilyen meditatív az egész? Igen. Szerintem, hogyha ezt a kis csajjal vagy az anyukájával, akik itt vannak előttünk, ezt megcsinálja Tamás, hát szerintem ő összefossa magát. Miért úgy érezted, hogy tarázod? Nem, igazából ez a súlytalanság már nem ismeretlen a számomra, sajnos egy autóbalesetből. Igen? Sikerült frankon darabosra törni a bal combomat. Az hogy? Belétek mentek, vagy te? Én túlhajszoltam magam a munkába járással. 12 órázás, szombat-vasárnap 12 óra. Nyaralni akartunk menni. És hát csak kell a pénz, csak kell a pénz. Úgy döntöttem, hogy még megyek. Ja, túltoltad. És elaludtam a volannál. Elaludtál? Igen. Megfogtam egy szép betonkerítést. Szépbe hajtottam az autót. Vezető oldalra csapottam a betonoszlopba. Betonkerítés sornak az élére. Azt a kurva élete. És akkor combbal megúsztad? Igen. Thank you.
Ti a Kolmár Zolihoz jelentkeztetek, ugye? Igen. És akkor itt vannak ilyen fokozatok, hogy kamerás, izé... Igen. Megmondom őszintén, hogy a feleségem intézte a dolgot. Tehát én a mai napig nem tudtam semmit. Ja, és úgy hozott ide. Igen. Jó. Nagyon, nagyon spéci ajándéka van a számomra, de nem fogja megmondani, hogy mi az. Nem? Eszméletlen jó volt. Na, gratulálok egyébként a kamerába. Meglegyen.